Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názaret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldotta vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéim. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Der Pater begrüßt alle herzlichst. Igazából ugye azt olvastuk, hogy Máriát meglátogatta Isten angyala. Aus dem heiligen Evangelium hat vorgelesen, dass der Engel Gottes die Maria besucht hat. Ők elbeszélgettek 15-20 percet. Sie haben miteinander gesprochen, so 10-15 Minuten. És született egy kisbaba utána. Jézuskának hívták. Und dann ist ihm ein Kind also entstanden. Gyerekek, ha hiszitek, hanem engem is 25 évvel ezelőtt meglátogattak az angyalok. Er meint, liebe Kinder und all die Erwachsenen natürlich, ihm haben auch vor 25 Jahren Engel besucht. És mi is elbeszélgettünk egy pohár bor mellett. Wir haben auch gesprochen, mit nebenbei ein Glas Wein getrunken. Elbeszélgettünk. Wir haben gesprochen und haben auch geplaudert miteinander. És utána nekem is született, hát egy Zoli nevű gyerekem, aztán Csaba nevű gyerekem, meg hát egy csomó más nevű gyerekem. Und bei ihm sind auch Kinder geboren. Also einer nach der anderen. Es sind sehr viele Kinder entstanden. Jó Isten persze mellém is küldött ilyen Szent József lelkületű fiúkat, férfiakat, nőket. Der liebe Gott hat auch, so wie Maria, den heiligen Josef geschickt, auch ihm solche Männer geschickt. Hát ugye, most is közel 300 kolléga van, úgyhogy együtt visszük ennek a nagy családnak minden örömét, terhét, fájdalmát. Seit, also 30? 300. Von diesen 300 Institutionen sind natürlich oft Freude und Leid dabei. Und es wird alles zusammengetragen in Freude und Leid. Szentírás nem írja, hogy Máriát még máskor is meglátogatták volna ezek az angyalok. Die Heilige Schrift sagt, die Mutter Gottes haben die Engel auch später noch besucht. Hál' Istennek, a mi angyalaink azok minden évben találkozunk, vagy itt Erdélyben, vagy kint Bécsben velük. Meine Engel treffen sich hier. Also entweder hier besuchen sie uns, oder in Wien. És nem csak találkozunk, hanem hát újból és újból elbeszélgetünk, és mindig egyet lépünk tovább előre. Wir tun nicht nur, also wir besprechen miteinander vieles und schauen immer nach vor. Es wird immer ein wenig mehr. Ajándékokkal, adományokkal, támogatásokkal segítettek, segítenek mai nap is bennünket abba, hogy hát meglegyen mindaz, amire szükségünk van. Ja, mit Geschenken,
und allen anderen Sachen unterstützen sie uns bis heute. Und ja, alles, was gebraucht wird. Meg vagyok győződve, hogy Isten minden emberhez, hozzátok is, szeretne elküldeni egy-egy angyalt. Ist überzeugt, dass der liebe Gott an jeden Menschen einen Schutzengel schickt. Oda kell nagyon figyelni, hogy felfedezzet, hogy igen, ő az én őrző angyalom. Ja. Man muss nur horchen, und man spürt, man hört dann den Engel, der was mit einem geht. Lehet, hogy kicsinek érzed most magadat. Úgy érzed, hogy hát én egy nagy iskolában egyedül mit is csináljak? Hogy legyen az én életem? In der großen Schule ist das Leben natürlich, fühlt man sich oft sehr einsam und sehr klein, weil man nicht weiß, was auf einem zukommt. Én is 25 évvel ezelőtt nagyon picinek éreztem magamot. Itt hát nagy szegénység volt, igazából hát csak baj volt. Kolostor is, a templom is romokba volt. Vor 25 Jahren hat sich auch sehr winzig gefühlt. Ist hergekommen und es war alles reparaturbedürftig. Von der Kirche bis zum Kloster, alles war kaputt. 25 évvel ezelőtt még én nekem se volt, ahol aludjak, kint aludtam a telepi templomnál, ott kaptam egy szobát. Hat vor 25 Jahren auch nicht einmal ein Quartier da gehabt, sondern da draußen bei der Kirche, da außerhalb, hat ein kleines Zimmer gehabt. Én Dévára egy hátizsákkal érkeztem meg, 92, hát ilyen októberében. Ist 1992 mit einem Rucksack nach Deva gekommen. És most, 25 évvel később, elmondhatom, hogy hát több száz, több ezer gyereknek tudunk szállást adni. Und jetzt nach 25 Jahren kann sagen, kann vielen Kindern also Quartier geben. Das ma is én azt hiszem, hogy közel hát olyan 2100 gyermek kapott ebédet, vacsorát. Heute haben auch an die 2000 Kinder das Mittagessen bekommen und auch das Abendessen. Igen. Szeretném, hogy ti is higgyetek a saját angyalaitokba. Ich wünsche mir, dass ihr auch an eure Schutzengel glaubt. Egészen biztos, hogy minden emberhez szeretne az Isten lehajolni, segíteni, jósággal, szeretettel. Ist überzeugt, dass der liebe Gott jeden Menschen, also zum jeden Menschen sich herunterbeugt und an jeden helfen möchte. Egészen biztos, hogy azt szeretné, hogy neked is legyen meg a te kis otthonod, családod, munkahelyed. Möchte, dass jeder sein Heim hat und sein Arbeitsplatz und sein kleines Häuschen. Egészen biztos, hogy nektek is van valahol egy kislány, egy fiúcska, aki majd megfogja a kezedet, akivel családot alapíthatsz, akivel gyermekeket vállalhatsz. Ist überzeugt, dass alle diese jungen Menschen auch irgendwo eine Hand finden, wo sie dann eine Familie bilden können. Boldogságos szüzanya, ugye, ha ugye 16-15 éves lehetett, amikor találkozott az angyallal, de ha most lenéz az égből, és látja, jé, milyen sok templomba ezekben a napokban ugye engem szeretettel felköszöntenek, akkor biztos, hogy hát nagyokat csuklik. Also die Mutter Gottes ist auch erschrocken und hat geschaut,
als der Engel gekommen ist. Und heute, wo sie so verehrt wird in jeder Kirche, das hat sie aber damals auch nicht gewusst, nicht? Und das, da tut es sehr schrecken. Kedves angyalokkal most körbejártunk Erdélybe, és megnéztünk néhány házat. Wir sind mit unseren Engeln durch Siebenbürgen gefahren und haben wir etliche Häuser besichtigt. Voltunk Medgyesen, Segesváron, Csíksomjón. Wir waren in Csíksomjó und jól van ez. Ja. Aztán elmentünk Szováltára, Mári falván is megnéztünk egy napközi otthont, Szent Simonba, Gyergyóba, Szárhegyre, körülnéztünk arrafelé is, megálltunk Keresden is, hát néhány házat, ami útbe esett, meglátogattunk. Wir haben sämtliche Häuser besucht, wir waren in Szováta, und also rundherum durch Siebenbürgen. Und haben sehr vieles gesehen. Hát ugye elmondtam, hogy hát 83 ház van, az iskolában is ugye van 30 gyerek az osztályban, van amelyik 10-est kap, van amelyik 9-est, van amelyik 7-est, de olyan jó volt látni, hogy senki nincsen bukkásra. Sie haben 83? Igen. Ja. 83 Häuser und die Kinder haben verschiedene Noten bekommen, aber es hat keiner eine ganz miese, also ist keiner sitzen geblieben. Sie sind alle durchgekommen, auch wenn sie nicht also die schönste Note gehabt haben. És olyan nyugodtan mertem mondani, hogy bármelyik házunkat, amire kíváncsiak, megmerjük mutatni. Er ist sehr stolz, dass er jedes Haus, egal was ihr für uns anschauen wollt, er jedes zu jeder Zeit anschauen lassen kann. Igen, én úgy gondolom, hogy épül, szépül Isten országa. Ja, er ist überzeugt, dass sich dieses schöne Land, also in Gottes, mit Gottes Hilfe schön entwickelt. És ebben a szentmisében nem csak a jó Istennek, a boldogságos Szűzanyának, Szent Ferenc atyának szeretnénk köszönetet mondani. Wir wollen nicht nur den lieben Gott und der Mutter Gottes und den heiligen Franziskus, hanem a mi drága angyalainknak is, akik tényleg 25 évvel ezelőtt meglátogattak, és azóta se engedik el a mi kezünket. Sondern auch euch danken, die ihr schon 25 Jahre daherkommt und sie unterstützt und die Hand hält. És azért is imádkozok, hogy minden egyes gyerekünknek legyen ilyen őrzőangyala, hogy bízzon a jó Istenbe, hogy merje megfogni a feléje nyújtó, akár a nevelőjének, vagy valakinek a kezét bizalommal. Er hofft sehr, dass er jedes Kind von hier einen eigenen Schutzengel hat, dass er spürt, dass er, ob Erzieher oder sonst wer, dass ihm die Hand gibt und ihm gern hat. És természetesen még sok másokért is szeretnénk imádkozni. Itt van a kedves Veronika asszony. Veronikáért szeretnénk imádkozni. Die Veronika zum Beispiel betet sehr gern hier. Ő most töltötte a 28. születési évét. Sie hat den 28. Geburtstag gefeiert. Isten éltesse sokáig. Ja, der liebe Gott möge sie segnen. Na hát, én azt gondolom, hogy valamiért imádkozzunk. Álljunk föl bizalommal, és kérjük az Isten áldását. Jóságos Istenünk, nagyon szeretettel imádkozunk Ferenc pápánkért, nemrég ünnepelte a névnapját,
áld meg őt erővel, egészséggel, békességgel. Urunk Istenünk, szeretnénk imádkozni azokért a bécsi angyalokért, akik 25 évvel ezelőtt meglátogattak, és azóta is rendszeresen támogatják alapítványunkat. Különös szeretettel imádkozunk Veronikáért, aki nemrég ünnepelte születésnapját, és eljött, hogy a gyerekek között legyen ez a szép napot. Áld meg őt hosszú élettel, szeretettel, jósággal. Szeretettel imádkozok, hogy minden egyes gyermekemnek rendel ki a maga őrző angyalát, és ők bizalommal merjék megfogni az ő kezüket, jósággal, szeretettel. Végezetül szeretnék hálát adni, Urunk Istenünk, azért, hogy 25 évvel ezelőtt engem is ide helyezték előjáróim dívára. Áld meg a drága jó Domokos atyát, aki már nincs köztünk. Adj neki örök nyugodalmat. Köszönjük, Istenünk, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy a tanulást, a munkát válasszuk, és nem a szomorúságot, az elkeseredést, a lustasságot. Vezess tovább bennünket ezen az úton. Minden egyes házunkban Te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.